Pillanat. Szépen lassan. Jöhet még. Jó, itt lassan. Lehet jönni azért. Megállni egy pillanatra. Igen. Fölnézni az égre. Igen. Csak ha szólok, így van. Igen, indulhat lassan. Lassan indulhat. Szintén fölnéz az égre. Megáll, ábrándosan fölnéz az égre, így. Szépen lassan megint csak, szépen. Jó, oké. Igen, legugol vagy föl, igen. Jó. Oké, most ebbe a pillanatba. Igen. Igen, igen, átadja a rózsát. Ad egy puszit. Kettőt mondjuk, igen. Na hát most ablakot. Na most, igen. Igen, hát meg is lehet ölelni esetleg, ha már itt vannak. Mehet a dolog. Egymás kezét, és kimennek a képből. Tessék, lehet jönni nyugodtan sétálva. Igen. Igen, ez a rózsa dolog az jó, hogy az ott van. Na most még egy puszi, jó? Vagy ilyen komolyabb valami. Kijövök a fiammal ide sétálni. Itt tanultam meg úszni. Csak nehogy te is most tanulj meg itt úszni, mert aztán itt néhány ilyen klippet, úgynevezett klippet, ahogy ti szóhasználatokat idézem, a neoprimitív, ultranaív klippeket csináltam, ilyen esküvői klippeket. De a mennyasszony meg a vőlegény, az nagyon élvezte mindig. Szóval a felvételt is, meg akkor megnézték, meg utána is szerintem, de arról már nem meséltek soha, hogy mennyire élvezték, de nagyon, nagyon klasszak voltak itt. Sétáltak itt, megcsókolták egymást, átadtak egy virágot, vagy egy meghívót, és utána kézen fogták egymást, és eltűntek az életbe. Tév úton járok, sajnos néha, néha ebben a viszonylatban, a szerelemben a két résztvevő közül az egyik ember mindig jobban szereti a másikat. Tehát én arról azt nem hiszem, hogy két ember egyformán ugyanúgy tudja szeretni a másikat, mint az. Drágám, már nem ismersz meg. Én vagyok a te Vincenzo. Na ne marháskodjon, tegye le azonnal, túl aljas humor a férjem halála után két nappal. Laura kedvesem, én vagyok a te néhai imádott férjed. Én egy közvetítőnek tudom magam fölfogni, egyszer azt hiszem a Szilinóra mondta, hogy én egy ilyen médiumszerű vagyok. Hát hogyha az vagyok, akkor mindegy, én nagyon boldog vagyok közben, miközben az ő dalait énekelem. Lehet! Lehet jutalmazni, és meg lehet büntetni. Te tudod legjobb, hogy a szeretetet anyagi támogatása, az igazi szeretet nem lehet. Miért az igazi szeretet, hogyha valaki valakinek mindent megenged? Az igazi szeretet, szerinted? Nem. Az nem normális. Utána beleviszi, majd a... Mert utána ő is rá fog fázni. Tudnék, őt is le fogja... Előbb-utóbb szarni, hogy így mondjam. Hát a... Biztos. Biztos. Biztos, hogy megkapja. Meg fogja kapni. Az mondjuk nem kétséges, mert... Te hadd csinálja, érted szóval. Sejtem, hogy miről beszélsz.
Képletesen mondtam, de értem. Ezt a jogomat már több mint 5 éve én elvesztettem. Nevelést? Igen. Ez elég szomorú. Persze, hát nem tudom, hogy abban az időben, vagy annak idején vajon nem volt-e valami oka annak, hogy azt elvesztetted? Nem volt semmi. Semmi közöm hozzá, de ha már így elmondod, akkor... Feri úr, én még mindig erre azt mondom, hogy ha valaki, ahogy te az előbb mondtad, hogy hagyja a másikat, hogy lemenjen az útról, az be is megy utána. Nem egy persze. Ez hagyva volt. Mélységes nagy szeretet kell, én szerintem, ahhoz, hogy valakit meg tudjunk jeleníteni, és valakiről úgy érezzük, hogy az ott van, velünk van. Tehát biztos, hogy ott van, mert beívódott a tudatába az embernek, a lelkébe, bizonyos gesztusait elraktározott, a mondatait, a hangját jelen esetben. Tehát mi keltjük ezeket az embereket életre. Ezek közül, az emberek közül, meg a srácok közül egy film alkotókört hoztunk össze, Super 8-asra dolgoztunk, és hát ugye nagyon drága nyersanyag révén, hát akkor mivel foglalkozunk, engem mindig az nagyon izgatott, hogy hogy lehet a holttárgyakat életre kelteni, és elkezdtünk animálni. És ilyen animációs kis tanulmányokat csináltunk, és ezt a gyerekek rendkívüli módon élvezték. A gyufaszál életre kelt, a lánc életre kelt, a pénzdarab életre kelt, és fantasztikus jó érzés volt utána visszanézni. Vetítőnk se volt, hanem egy ilyen vágó szetten néztük vissza, és hát nagyon tetszett a dolog. Az Attila volt az egyik kedvenc tanítványom, aki aztán, hogy felnőtté vált, barátommá is vált, mert nagyon, nagyon jó barátságba keveredtem vele. És amikor 95-ben meghalt, itt hagyott bennünket, akkor a felesége megkérdezte, hogy kölcsön adnám az egyik dalomnak néhány sorát a sírjára. És hát én szomorúan és hát valahogy úgy gondoltam, hogy ez a két sor, ez az Attilának is szól. Ez, hogy emléked örök már és áthatóan tiszta. Ő volt az Attila. Egy csodálatos, vidám, erre a világra született, nagyon, nagyon aranyos kis gyerek volt, és felnőttnek is egy nagyon aranyos ember volt, emberré vált.
tulajdonképpen nem is annyira önmagam kerestem, hanem lehet, hogy éppen az Istent kerestem, és azt is érzem utólag, hogy nem kellett volna keresnem, mert ott volt mellette. Ha ébred a vágy, ha dobban a szív, ha nincs, aki vár, gyönyörű volt, most még egyet csinálsz, jó? És akkor ezt nem is erre gondoltam, tessék! Mi ennek a címe, ennek a zenének? Kambagoly. Hangosabban? Kambagoly. Ez a Kambagoly cím. De ez így húhog, így né. Ha kikanyoztad magad, fiam, kibagyoztad magad? Ez már jó. Igen. De régebben, amikor együtt aludtunk, akkor nyilván én elég fülikus vagyok ebből a szempontból, és mindig volt a baloldalom, akkor baloldalom volt, a nagyon jó volt, meg ott középen. És az apu mindig azzal érkezett, hogy jön a mómus. Én már hülyeskedem. De hogy is nem. Mómus? Nem is mómus volt, csak azt mondta, hogy a papu jön. De azt akkor papu, nem érdekeltek minden. Tehát hülyeség. Igen. Na jön a papu, akkor tessék, örönnyél. Na jön, és akkor én mindig megijedtem. És azért volt nekem jó, hogy középen vagyok, mert akkor erről is ide, akkor arra sem papu, meg arra sem papu. ez az egyik része, vagy rossz. És akkor most, meg amikor megszokom végre, hogy akkor most úgy feküdjek, hogy az előttem a lány legyen, akkor tudja, hogy már megunom, vagy tudja, hogy a lány megunja, és akkor átmegy másik oldalra. És akkor ott meg a papu, meg a másik felé. Igen. Úgyhogy egyik rész. A másik pedig az, hogy azért bármiért, hogyha mondjuk valamiben segíteni kell, akkor mindig telefon kell fölhívni. Meg angolul azért, angolban inkább ő segít, mert az anya nem nagyon tud, például még a New Yorkot is nagyon tudja kiejteni. És mert néztek régebben egy filmet is, azt sem nagyon tudta kiejteni, csak az ott jön New York, és akkor ezt szó szerint ejtette. Nehézkedj, ez ilyeneket. Na, és akkor részben ezt, hogy az apu segít, és amikor segíteni kezdem, például amikor tanulunk új szavakat angolban, akkor föl kell hívni mindig. Telefon. Ez mindössze ez a negatív oldal a dolognak, hogy nem vagyok mindig vele. Hát a többit mondjad, mert mondjuk ez megoldható telefonon, ez a dolog meg át is lehet jönni, de szerintem a Kornélék vagy másra gondolnak. Nem, mert arra gondolunk, amire az Antonnak. Ja, igazad van, tényleg igazad van. Szóval te erre gondolsz. Jó, az a dolog, hogy nem vagy mindig mellettem, mikor este elalszom, az nekem is, nehogy azt hitt, hogy nem rossz. Csak én nem attól a hülye paputól félek, hanem az bánt, hogy nem tudok este neked puszit adni, mikor lefekszel. Kivéve, mikor? Hát kivéve, amikor nálam laksz. Drágám, várlak, gyerek! Várlak, gyerek, várlak. Egy fiatal vidéki tanár, Mosonyi Ferenc nagy feltűnést keltett egy tehetségkutató versenyen, szellemes, muzikális dalával és előadói stílusával.
meghívtuk a Pulzusba is, ahol saját gitár kíséretével adta előbb az imént említett dalt. Azóta nem hallottunk felőle. Most ismét jelentkezett, ezúttal egy szomorú esemény egyéves évfordulója alkalmából. Igen jó barátság fűzte Mosonyi Ferencet Máté Péterhez, akinek az emlékére komponálta a következő dalt, Hívnálak jó barát címmel. Mostanában már nem kérdezel senkit, miért él és merre tart. Búcsú nélkül hagytál minket itt, összejársz. Hogy visszatérj, és dalolj nekünk, talán szebb lesz majd az életünk. Amikor az édesanyja meghallgatta ezt a dalt, akkor úgy reagálta le, hogy hát azt hitte, hogy a Péter énekeli. Ez a Hívnálak jó barát című dal, és hát ez, én úgy utólag visszagondolok, hogy lehet, hogy ő is szólalt, meg nem tudom. Elköszöntem tőle ezzel a dallal. Ferikém, levelet nem írok, mert rühellek levelet írni, viszont baráti szeretettel küldök egy néhány saját nótát angolul, elsőnek a Cry-t. Aztán lesz rajta a legutóbbi nagy lemeznek az anyaga angolul, és még egy-két egyéb. Szia! Jó eszembe jutott a szörnyű. Januárjában kaptam egy táviratot a magyar akkori egyetlen televíziótól, hogy próbafelvételre, illetve megbeszélésre menjek be Szabadság tér 17 szám alá, és akkor nagyon örültem, bementem, és kiderült, hogy a Másenyka című dalom az nagyon mély nyomokat szántott az ő lelkükbe, és azt kellett elénekelnem, és hát azt hiszem 80-ban lőtték le John Lennont, vagy 81-ben, nem tudom, de Péter nagyon gyorsan reagált rá, mert egyik zenei példaképe volt, és készített egy ilyen élő zenei blokkot a John Lennon dalaiból, és személyesen ott futottam először össze a Péterrel. A felvételek szünetében leült zongorázni, és az egyik dalt ott próbálta, és már akkor én az én dalomon túl voltam, és nagyon dicsérte, hogy ez nagyon jó ez, amit csinálok, és keressem meg megadta a címét, meg a telefonszámát, és hát nekem ez nagyon jó esett, hogy egy ilyen nagy ember szóba cseperedett velem. És amikor lement adásba, hát abban az időben ugye még videomagnó nem nagyon volt, én fogtam egy fényképezőgépet, és lefényképeztem bizonyos képeket a tévéképernyőről. Többek között, hát természetesen nem csak magamat, hanem a Pétert is. Egy szóval meg tudom mondani, őszinte ember volt, tehát abszolút őszinte, és az embert is külön kihangsúlyoznám, szóval ez a kettő. Ez hogy ebben némi hasonlóság van köztünk, ez most akkor ilyen öndicséretnek tűnik, de igen. Én úgy érzem, hogy az ő varázsa az volt, hogy amit énekelt, és ahogy énekelt, azt ő úgy érezte.
Ez a csoda benne. Ezért hiteles. Mert különben akkor csak dalocskák lennének. Ezeknek a daloknak nagyon komoly üzenetük van én számomra. És azt tapasztalom az előadások során, amik szinte szeánszá alakulnak át, hogy a hallgatóság megérzi ezeket az üzeneteket, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Egymást erősítjük ebbe a hitbe, az érzésbe. De az út végén ott vár tárgyalokkal, aki téged, minket követi. Elé mindig került oda egy-egy szálvirág vagy egy csokorvirág minden alkalommal, és azt a csokorvirágot vagy azt a szálvirágot azt a műsor után másnap vagy egy-két nap múlva kivittem a sírjára, ezt úgy gondoltam, hogy ez azért neki szól, ez jár neki ez a dolog. Virtuálisan, már nem tudom másképpen kifejezni ezzel a szóval, virtuálisan és ilyen spirituális szinten csak mégiscsak találkoztam vele, és mindig úgy ébredtem föl, hogy szerettem volna visszaidézni, és állatira bántam mindig, hogy miért nem kérdeztem tőle valamit, mert azért mindig jó lett volna valamit kérdezni, vagy mondani neki valamit, de szóval, hogy bekúsztak képek vele kapcsolatban. És mindig az volt a vége, hogy másnap, mikor reggel fölébredtem, hogy jó érzés volt. Tehát megközelítette azt az élményt, szerintem meg is haladta, mint hogyha személyesen most fölbukkanna itt előttem. És hát az igazi nagy találkozások azok nem is az álmomban történnek, hanem egy-egy koncert során. Érzem, hogy akkor ott van. Ezt úgy szoktam magamnak megfogalmazni, hogy egy kicsit én átmegyek ő hozzá, vagy ő átjön én hozzám, valóta a határ mesdjén találkozunk, és ez is egy nagyon, nagyon fantasztikus jó érzés, és hogy ez a műsor, ezek a dalok általam így élnek és működnek, tulajdonképpen annak köszönhető, hogy én úgy érzem, hogy a hallgatóság is ugyanezt az élményt átéli, amit én.
Mosonyi Ferenc zenésznek 11 éve dolgozza Máté Péter zenei vagyatékkal, és jótékonysági célra útiasokokban, mozgássérültek és iskolákat álló képzelésekhez. Az emlékezni vágyó korosztályok számára eljutatja Máté Péter már klasszikus dalait. A fiataloknak pedig átadja a szintre szóló dalok üzenetét. TV és rádiomisorok vendégeként és országot járva a falfakon adott koncerteken a Magyar Kultúra Lovagja címet adományozom. Volt egyszer a Péternek egy interjúja, azt hiszem az Antal Imre csinálta vele, és megkérdezte tőle, hogy mi a jó slágernek a titka. És akkor a Péter azt mondta, hogy az a sláger az valahol a művészet és a gicsnek a határvonalán van. És ezzel egyben minősítette persze az ő dalait is, de hát én azt hiszem, hogy ő inkább a művészet oldalára bőven átesett, mert ha az egy gics lett volna, akkor nem szeretnék, nem ért volna meg annyi posztumusz kiadást, nem énekelnék a dalait, meg hát ez a műsor se élne, ami most már lassan a 250. koncertet fogja megérni, és szóval ezek nagyon klassz dolgok. Most élsz, most vigyázz, hogy jól csináld, mert a legapróbb hibád megbosszulja önmagát. Most élsz, most örülj, hogy szép a nyár, most örülj, hogy van ki vár, és a két karjába zár.